Még mindig főhe, még mindig Backstage Live, itt van már a következő zenekar, három tagja, lehet, hogy ők csak három tagúak, azért vannak csak hárman, de hát kérdezzük meg, hogy hány tagúak, szavaztok, mi a neve a zenekarnak? Szia, szia, Emergency Colony mi nevünk, és hát négyen vagyunk, de gyakorlatilag a basszus gitárosunk inkább az iskolában maradt tanulni. És nem is fog eljönni, úgyhogy most, hogyha valaki tud, akkor hirtelen küldjön valahonnan egy basszus gitárost, mert a zenekar gitáros nélkül marad, de azért ideér, igaz? Persze, persze, ide fog érni mindenféleképpen. Bízom. Mióta nyomjátok együtt? Durván egy éve zenélünk együtt. És egyben szülnapi buli is. Egyben a születésnapi part is, és hát nem találtunk jobb lehetőséget, mint hogy a főhén ezt megünnepeljük. Én azt figyeltem, hogy minden rockzenekar olyan kis visszafogott, pedig az ember arra számítana, hogy beülünk, rockerek vagyunk, és akkor nyomjuk kőkeményen a lazaságot. Megfelelő ital társaságában ez elérhető. Ja, hogy ez csak itallal működik, na de azért a színpadon szerintem még most azért ne kezdjetek el, mert lehet, hogy mire fölértek, addigra nem fog működni. Na, egy picit azért tudjunk meg valamit a zenekarról. Azt már tudjuk, hogy egyévesek vagytok. Mi a leosztás, ki mi játszik, milyen zenét csináltok? Hát én énekes vagyok és gitáros, és gyakorlatilag ezek is fújt az egész dolog. Mert hogy a többiek meg csak háttérben táncikálnak. Igen, persze. További története. Felicián, ő ritmusgitáros és szólógitáros. Én szólógitárosi posztot látom el. És én pedig dobolok. Na, hát akkor itt most megvan a dobosunk. A zsűriben van két dobos is. Neked ez téged mennyire hoz izgalomba, hogy fogják figyelni azt, hogy hogy ütsz, mit ütsz, mikor ütsz mellé? Én ennek abszolút örülök, mert nem dobtanárnál tanultam, hanem ilyen... Tehát abszolút magamtól kezdtem el, és mindezt egy éve művelem, mióta a zenekar megvan. És nagyon örülök neki, hogy ketten vannak, mert így nem csak egy ember véleményét hallgathatom meg, hanem egyben kettőt is, és hogyha az egyiknek nem tetszik, lehet, hogy még a másiknak igen. Akkor még biztos a másikban. A stílusotokra mi jellemző? Milyen zenét hallgattok, és igazából milyeneket játszottok? Hát én személy szerint rendkívül különböző stílusú zenéket hallgatok, a klasszikus latin zenétől, a klasszikus zenétől, a hardcore-ig akár. Hát gyakorlatilag a mi zenénk inkább a punkhoz konyít. Vannak pörgősebb számaink, vannak lassabb számaink, autentikusak úgymond. És igazság szerint a Blink 182 volt az a zenekar, ami utána elkezdtünk menni, és közben úgy alakult, hogy ilyen inkább az Offspringhoz lehetne sorolni. Tehát egy-két szám hasonlít rá, de igazából úgy egy ilyen keményebb vonalat érintettünk meg, de azért nem annyira keményet, hogy hörgünk meg visítunk, bár az is előfordul, de ugyanakkor tényleg, hogyha nincs a Blink 182, a Sum 41 és a kaliforniai társaik, akkor valószínűleg mi sem kezdünk el zenélni. Mit vártok ettől a tehetségkutató versenytől? Egy jó bulit, egy jó zenélést, igazából zenélni jöttünk most, ha nyerünk, akkor rendben, tehát nem egy utolsó szempont ez sem, de igazából zenélni, jó bulit csinálni. Ismeritek a többi zenekart, vagy mindenkinek kakuk tojás? Időközben barátkoztunk itt össze a következő zenekarra. Sikerült itt konzultálni, úgyhogy egész jó a társaság eddig. Bízunk benne, hogy a közönség is jó lesz.